Új adóalapkedvezményt érvényesíthetnek a 25 év alatti fiatalok Magyarországon 2022. január 1-től. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után ugyanis SZIA-mentességet élvezhetnek. Erről beszélgettünk Barlai Krisztinával Adópercek című műsorunkban. A NAV baranyai sajtóreferense elmondta, hogy olyan jövedelmek után érvényesíthető a kedvezmény, mint például a munkabér, az egyéni vállalkozói kivét, az egyéb nem önálló tevékenységből származó és az általányban megállapított, illetve az őstermelő jövedelem. Ez a többi kedvezményt befolyásolhatja, megváltozhat az igénybevételi sorrend. Először a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, és utána jön ez a 25 év alattiaknak az SZIA mentessége, majd azt követően a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény. Az első házasok kedvezményénél egy kicsit bekavar ez az új kedvezmény. Ugyanis figyelni kell arra, hogy azok a 25 év alatti házaspárok, akik idén december 31-e után kötötték össze életüket, akkor vehetik igénybe az első házasok kedvezményét, ha a pár valamelyike betölti a 25. életévét. Amennyiben 2022. január 1-je előtt kötöttek házasságot és érvényesítették a kedvezményt, akkor azt kell felfüggeszteni, amíg az SZIA mentességet veszik igénybe. A fiataloknak járó összegnek van egy felső határa. Ez mindig az előző évi júliusi bruttó átlag kereset az irányadó. Ez 2022-ben 433.700 forint lesz havonta, tehát erre kell odafigyelni, hogy a havi kereset ennél kevesebb a 25 év alattinál, akkor nincs SZIA kötelezettsége, hogyha ennél több, akkor pedig ezen határig érvényesíthető ez az SZIA mentesség. A kedvezményt egyébként a munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2021. december 31-ét követő időszakra elszámolt, illetve a 2022. évet megelőző időszakra vonatkozó, de január 10-ét követően kifizetett összegre kell alkalmazni. A 25 év alattiaknak nincs feladatuk ezzel kapcsolatban, a munkáltató kifizető ugyanis rendelkezik életkori adatokkal. Az érintettek, mint minden más ügyben, ebben a kérdésben is felkereshetik az adóhivatal ügyfélszolgálatát telefonon vagy személyesen.